pedig mindenütt szeretettel azért, mert állítólag karácsonykor mindenki jobban tud szeretni valami miatt, de nem kell, hogy ez így legyen, nem kell, hogy egy napot kinevezzünk ahhoz, hogy szeressük egymást, és aztán elfelejtkezzünk egymásról. Fontos az, hogy folyamatosan teljes érdekben az Istennek a szeretete. Az igét János első levelének helyének részéből szeretném a szívetekre helyezni, illetve felolvasni. Ha itt van nálad a Bibliát, akkor kérlek, fordíts oda János első levelének, János apostol első levelének negyedik részéhez, és a negyedik rész hetedik versétől így szól Isten igéje. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Isten. Aki nem szeret, nem ismerte meg Isten, de Isten a szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteink. Ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretünk egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes életben is. Amen. Szeretteim. Mivel úgy kezdtem a prédikációt, úgy kezdtem a szolgálatot, hogy szeretettel köszöntök mindenkit. Érezze mindenki, hogy ebben vele tartozik, hogy az én szeretteim, az én figyelmemben levő, az én szívemben ott levő gyülekezet, és akkor is, ha nem a gyülekezethez tartozik valaki ezen a helyen, akkor is az Isten szeretetével hadd tudjam azt mondani, hogy szeretteim. Istennek az üzenete karácsony este, karácsony ünnepén az, hogy ahogy ő szeretett bennünket, mi is úgy szeressük egymást. Amikor ebben a világban arról beszélnek, hogy a szeretet ereje, szeretsük egymást, a gyerekek, a szíve legnagyobb kincs, ez egy sláger, nem ismerem tovább, csak egyet hallottam eddig belőle, de Isten igéje is erre biztat bennünket, sőt, már hamarabb biztatott bennünket arra, hogy szeressük egymást, mint hogy egy világos sláger átvette volna ezeket a szófordulatokat. Szóval szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. A másik fordításban úgy olvastam, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Isten szeretett bennünket, azzal a fajta szeretettel, amit Istentől kaptunk. Márpedig az Istentől való szeretet, amit tőle kaptunk, az soha nem múló. Az Istentől való szeretet az igazából nem vár viszonzást, akkor is működik, ha nem jön visszafele másfajta szeretet. Isten szeretete kinyilvánult abban, hogy az ő egyszülött fiát elküldte értünk, engesztő áldozatul. Azon a karácsony éjjel, amit igazából a legújabb tudatások szerint valóban csak Isten tud, hogy melyik napon és melyik évben történt meg, azon a csodálatos napon a mennyi és a föld összeért, és az Istennek a szeretete testé lett. Az Istennek a szeretete megnyilvánult a világ felé, amely készült, amely készen volt, amely arra várt, hogy egyszer kiöröljön erre a bűnös világra, és egy új időszámítás kezdődött Jézus Krisztusnak a eljövetelével, Jézus Krisztusnak a megszületésével. Az az ige, az az üzenet, Istennek a kimondott szava, hogy szeret bennünket, akkor már nem csak szavak voltak, hanem valóság, testélet valóság Jézus Krisztusban van. Azt mondja Isten igéje, hogy azok tudnak igazából szeretni, akik Istentől születtek.
menjünk vissza 2000 évvel, 2000 jó néhány évvel a történelembe, és lássuk meg, hogy az a törékeny edény, Mária, aki ellapja, aki készen volt arra, az Úr szolgáló leánya, hogy Isten meglátogassa őt. Isten angyala azt mondja neki, hogy készen állsz-e arra, hogy megszüld a régen várt messiást. És Mária talán nem se tudta, hogy vajon miért esett rá a választás. Biztos vagyok benne, hogy nem egy rossz járkölcsű festett leányzó volt. Isten kiválasztotta őt, aki azt mondja, hogy áldott leszel az asszonyok között. És Mária még mindig azt mondja, hogy miért pont én. De amikor azt mondja neki Isten üzenete, Istennek a hírnöke, hogy te leszel az, aki kiválasztott vagy, te leszel az, akin keresztül bejön a magasságot Isten ebbe a világba. Akkor azt mondja, hogy miért volt szolgáló leánya, cselekedjen vele úgy, ahogy ő akar. És megtörténik egy belépés Isten részéről az emberi életbe. Ennek a leányzónak a méhében megfogan egy sejt. A hatalmas Isten, akit be nem tud fogadni a világ mindenség, egészen apró kicsi sejté zsugorodik, és beköltözik egy leányzónak a szervezetében, és rábízza magát a hatalmas Isten, a gondviselő Isten, a szerető Isten, egy esendő leány és egy esendő fér gondjaira és felelősségére. Miért? Mert Isten úgy szeretett bennünket, hogy nem egy földi ember választott ki arra, hogy majd megjavítja, feljavítja, megszenteli. Jézus Krisztus nem egy földi ember, aki végig meg tudta élni az életét jól és szépen megjavult az ő bűnös állapotából. Jézus Krisztusnak kívülről kellett bejönni ebbe a világba, valóságban Istentől született. És az ige, ami azt mondja, csak azt tud igazán szeretni, csak azt tudja bemutatni Istennek a szeretetét, aki attól az Istentől született, aki maga a szeretet. Jézus Krisztus megszületett azon a éjjel, azon az első karácsony éjjel, tanúi voltak a menny serege, tanúi voltak a pásztorok, akik azt tudjuk, hogy igazából magányos és a társadalomból sokszor kivetett emberek voltak, tanúi voltak annak, hogy a szeretet eljön ebbe a világba. Nincs nagyobb szeretet, mint amikor Isten szeret bennünket. Próbáljuk a szeretetet három részre beosztani, és azt mondjuk, hogy ha te szeretsz engem, akkor én is szeretlek téged. Ennél van egy jó, amikor azt mondjuk, hogy én szeretlek téged egészen addig, amíg te viszonzod az én szeretetemet. És van egy igazi szeretet, amelyet úgy hívnak agapé. Ez az Istentől való szeretet, amely azt mondja, szeretlek, mert én vagyok a szeretet, és nem tudok más tenni. Szeretlek akkor, amikor elfele futsz tőlem. Szeretlek akkor, amikor átkozol engem. Szeretlek akkor, amikor ellenségnek tekintesz engem. Szeretlek, mert én magam vagyok a szeretet. És Isten igéje szerint azt mondja, csak azt tud így szeretni az Isten szeretetével, aki az Istentől született. Amikor ezt a drága megváltót, hiszen azt mondja, hogy úgy szeretett bennünket Isten, abban nyilvánult meg az felénk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el a világra, hogy éljünk általa, elküldte a fiút, engesztelő áldozatul.
bölcsőtől, vagy a jászoltól a keresztig, hosszú volt az út, de jászol semmit nem ért volna a kereszt nélkül. Jézus Krisztus azért jött, hogy egyszer bemutassa Istennek az igazi szeretetét, az Atyának az igazi szeretetét, hogy felmenjen érted, és értem a keresztre. Nem ezt elő áldozatul, de szükségük van megbocsátásra. Szükségük van, hogy valaki elvegye a világ bűnét, a bűnös állapotát. Szükségük van arra, hogy azzal a fajta szeretettel találkozzunk, amely már előbb szeretett bennünket, mikor mi még bűnösök voltunk, mikor mi még elfele futottunk Istentől, mikor mi még távol voltunk tőle. Az Isten egyszülött fia, emberi lett, érted, és értem. És abban nyilvánult meg az Isten szeretete, hogy belét költözik kívülről. És nem arra biztat, és nem arra vár, hogy megjavítsd az életedet magadtól. Nem arra biztat, és nem arra vár, hogy majd egyszerűen az évek során napjaid egyre jobbak lesznek, és aki próbálta már saját magát bárhogy is javítgatni, rájön, hogy kudarc a vége, mert belülről ez nem fog működni. De hogy valaki beköltözzön kívülről a te életedre is, hogy te is Istentől született legyél. Hogy újjá született legyen az életed. És Isten, mondd neked egy igét, Isten, mondd neked egy jó igét, amely megfogad benned, és megszületik benned, Jézus Krisztus megszületik benned, Jézus Krisztusnak a szeretete. És akkor már nem fogsz arra nézni, hogy erőlködök a szeretetben, hogyan tudjam szeretni az ellenségemet, a fele barátomat, hanem azt mondja a szíved, azt mondja a bensőd, Isten engem már előbb szeretett. Jézus Krisztus beköltözött az életembe, belőlem, belem jött Jézus Krisztus az ő életével, az ő szeretetével, és hozta magával az Isten szeretetét. Tudjuk szeretni egymást, mert Istentől születettek vagyunk. Addig nem fogod tudni ezt megtenni. Addig gyengék és rosszra hajlamosak vagyunk. De Isten eljött emberré lett, és megváltotta az életünket. Szeretteim, azt mondja a 11. vers, szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk el egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és ő szeretete teljes életben. Felolvasott igenés szerint nekünk reagálnunk kell, válaszolnunk kell Istennek megelőlegezett, ránk kiáradó szeretetére. Azt mondja, fel tudod fogni, ember? Fel tudod fogni, hogy mennyire szeretett téged az Isten? Tudsz ellenállni Isten szeretetének? Ezen a ünnepi hétvégén már egyszer elmondta egy másik helyen, Nyíregyházán, a legnagyobb erőlködés, a legnagyobb erőkifejtés az életünkben ellenállni Isten szeretetének. A legnagyobb energiát emészti az életedben, hogy nemet mondjál Istennek. A legnagyobb energiádat az ördi fel, hogy tudjál állni, szembe tudjál állni Istennel, és nem megengedni, hogy ő szeressen téged. Nem elfogadni ő szeretetét. Bekeményíteni a szívedet, bekeményíteni a szádat, összeszorítani a öklödet, azt mondani, nem, nem, nem. És csak fáradsz, és csak örülsz, és csak szenvedsz, mert nem engeded meg az Isten szeretetet felé költözni. És amikor egyszer azt mondod, hogy feladom, nem vagyok jó magamtól,
Nem tudok szeretni magamtól, valaki külsőleg segítsen nekem, megadod magad Istennek, felemeled a két kezed, és azt mondod, hát Istennek igazán. Mindennek igazán van. Isten már elég szeretett engem. Ha így szeretett engem Isten, akkor ő egy igazán jó Isten. Akkor ő nagyon jól ismer engem. Ha így ellenállva, ellenségeskedve, így befeszülve, még mindig szeret engem a Isten, és még mindig szólni akar hozzám, akkor én megadom magam neki, és megengedem, hogy az ő szeretete elém jöjjön. És akkor már nem tekintem a feleségemet, a férjemet, a szüleimet, tanáraimat, munkatársaimat, a szomszédot, a főnökeimet, ennek a városnak, ennek az országnak a vezetőit. Nem tartom az én ellenségeimnek, hanem Isten szeretetével szeretni fogom őket. És azt mondom, hogy igen, így szeretett Isten, nekem is szeretni kell az én embertársaimat. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lesz bennünk. Isten nem meglátogatni akar téged. Amikor eljött Máriához, Isten szelleme elmékolta őt, és megfogant a túlszülött, akkor nem távozott el abból a leányzóból. Isten benne maradt, és ott van, és teljességet benne a szeretet. Egy sejt, és növekedett, és növekedett, és teljessé lett. És ennek az édesanyának is szüksége volt Isten szeretetére, neki is szüksége volt megváltásra, neki is szüksége volt megtérésre, neki is szüksége volt elfogadni, hogy bár egy értékes, bár egy engedelmes edény voltam, ez az én gyermekem, az én uram. Ez az én gyermekem, az én megváltóm. Ő parancsol nekem, és most már nem csak azt a sejtet fogadom be, hanem az ő szeretetét. Ahogy lenéz rám a keresztről, ahogy gondoskodik rólam az ő halála után, ahogy helyet készít nekem az ő igényre szerint. Szeretteim, kedves gyülekezet, kedves hallgatóság, tudsz ellenállni Isten szeretetének? Előrébb kezd el. Tudsz nagyobb szeretetet, mint az Isten szeretetet? Elbírjuk fogni, hogy mekkora szeretettel szeretett bennünket, ami mennyei atyánk. Azt mondja az ige, hogy úgy szeretett engem, hogy értem adta a egyszülött fiút, hogyha hiszek ő benne, nem veszek el, hanem örök életem lesz. Ha Jézus a szívedben van, tudod, miről beszélek. Ha Jézus szívedben van, és már teljesedik kifele benned Isten szeretete, akkor örülsz és örvendezel, hogy életed legjobb döntését meghoztad egy nap, hogy megengedted, hogy Jézus a szívedbe költözzön. Ha még szemben állsz Istennel, ha még elfele fűsz tőle, ha még emészted magad és gyötröd magad, hogyan tudnék ellenállni Isten szeretetének, hogyan tudnék nemet mondani Istennek, hogyan tudnám kijátszani Isten szeretetét, hogy ne tudjon rám hatni, akkor reménykedsz, kölcsölsz, eljön egy nap, és ez a mai is az a nap, amikor azt mondja az Isten igéje, ma ha az ő szavát hallod, mondd nekem én ne beszéledet. Ma ha rád ömlik Isten szeretete, akkor nyisd meg a szívedet, engedd, hogy bejöjjön kívülről az Isten szeretete, hogy teljessé legyen benned az Isten szeretete, hogy te is egy szerető ember legyél.
aki másoknak továbbadja Isten szeretetét. Mert ezt a szeretetet nem arra kaptuk, hogy csak úgy szorosan magunkhoz öleljük, és senki másnak ne osszuk el. Nagyon érdekes dolog, hogy Isten szeretete, minél többet adsz belőle másnak, annál jobban gyarapsz. Nem leszel tőle szegélyen. Minél többet adsz, annál többet kapsz. Minél jobban megnyitod a szívedet, minél inkább megengeded, hogy Isten szeressen téged, annál jobban lesz a vágy a szívedben, hogy másokra is, másoknak is továbbad ezt a szeretetet. Könnyű azok szeretni, aki minket is szeret. Könnyű azokkal jót tenni, akik belőlük jót. De amikor Isten szeretetét adok tovább, amikor arra bátorít bennünket az ige, a szeretteim. Azzal a szeretettel szeressük egymást, amelyel Isten szeretett bennünket, akkor nem elég szemben a jóval, hanem a legjobbat akarod. Akkor a legjobbat akarod továbbadni, és még annál is közvet. Itt a pásztorunk is. Nem elég jónak lenni, a legjobbat kell várnunk. Nem elég megelégedni a kölcsönös testvéri szeretettel, annál nekünk több kell. És van is több. Csak meg kell engedni, hogy ez a szeretet átmenjen az Atya. Ez a szeretet átmosson bennünket. Ez a szeretet megjavít bennünket. Kívülről eljön, és mindent rendben tesz az életünkben. Vágyszer, akarod? Akarod, hogy Isten hívjuk? Vagy hogy még teljesebbé váljon benned a szeretet? Itt az idő, hogy ennek mondjál a saját akaratodnak. Itt az idő, hogy végre kiengedd a gyölcsös kezedet. Itt az ideje, hogy megengedd, hogy Isten átformáljon. Itt az ideje, hogy elinduljon benned egy élet, egy sejt, egy pici, amely teljessé lesz, növekedik és kiteljesedik. Szeretet. Nincs nagyobb szeretet, mint az életét adja az ő testvéreire, barátaire. Jézus ennyire szeretettére. Jézus ennyire gondolt rá. Ezért vállalta Betlehemet, ezért vállalta a Golgotát. Azért lett érted segény, hogy te meggazdagodjon Isten ajándékában. Isten legnagyobb ajándéka, a legnagyobb szeretete, pénzben ki nem fejezhető. Nem aranyon és ezüstön váltottak téged, hanem egy drága véren, a megszülött fiú révén, akiben nem volt bűn, se álnokság, aki szó szerint élőben bemutatta Istennek a szeretetét. Ha akarsz találkozni ezzel a Jézussal, ma megteheted. Itt az idő. Ma, ha az ő szavát hallod, meglepődj a szívedet. Ha pedig már ott van Jézus a szívedben, tartsd meg. Tartsd is meg, és ő szeretetét add tovább. Boldog karácsony mindenkinek. Amen.